sokkal jobb volt a helyzet 16 évvel ezelőtt, meg még 6 évvel ezelőtt is. Tehát nem volt, a szakmán belül nem volt ilyen gyűlölködés, mint most. Már egyáltalán ezt ugye szakmának lehet nevezni. Szerintem fontos deklarálni, hogy a propagandát ne nevezzük sajtónak, meg a propagandistákat ne nevezzük újságírónak, mert egész egyszerűen ezzel lejártunk egy szakmát. Tehát a kuruzslókat sem nevezzük orvosnak. Ebben szerintem nem kell szépeket mondani, ezt le kell szögezni. Korábban, amikor mondjuk a két nagy lap, a Népszabadság, illetve a Magyar Nemzet volt, akkor az újságírók között nem volt ellenségeskedés, nem volt gyűlölködés. Én szerintem minden normálisan gondolkozó kolléga abban volt érdekelt, hogy mindannyiunknak úgymond jól menjen. Tehát a Népszabadságot sokan olvassák, akkor a Nemzetet is sokan fogják olvasni, és fordítva. És ez így volt normális. Nyilván van egy egészséges verseny, meg különbözőképpen láttunk sok mindent a világban, de ezek legitim viták. Ezekkel nem lenne gond. De most nem legitim viták folynak, hanem az egyik oldalról az az álláspont, hogy nekünk meg kellene szűnnünk, mi takarodjunk el, menjünk el, konkrétan elhangzott, menjünk el autófényezőnek vagy masszőrnek, nem lebecsülve ezeket a szakmákat, de mégiscsak az volt az üzenete, hogy mi ne létezzünk. Gyakorlatilag egy-két szerkesztőség maradt csak, amelyik azt a klasszikus polgári értékrendet képviseli, ezek közül vagyunk az egyik mi. Ez nem azt jelenti, hogy bármi gondunk lenne mondjuk a baloldali vagy nálunk liberálisabb értékrendet képviselő oldalakkal. Ez teljesen normális, hogy nekik is van egy világképük. Viszont a ettől eltérő világkép nehezen tud megjelenni, hiszen a másik oldalon már csak a propaganda van. Amit viszont értékrendhez kötni, borzasztóan nehéz, hiszen hiába mondják maguktól, hogy ők jobboldaliak, vagy keresztények, vagy konzervatívok, a viselkedésükben nem az jelenik meg, hogy ezekhez az értékrendekhez bármilyen módon kötődnének. A propagandistákkal gyakorlatilag megszűnt a kapcsolat, legalábbis az én személyes tapasztalatom az, hogy itt akár korábbi barátságok is megszűntek, hiszen nehéz úgy szobálni valakivel, hogy ő közben a műsorszerkesztési gyakorlatában rendszeresen olyan tartalmakat visz be, ami arra irányul, hogy nekünk legyen rossz, mint hogy ez lenne az ország egyik fő problémája, hogy mi jelenik meg a kormánnyal a kritikus oldalakon. Úgymond terepen mozogva, hogy az ő céljuk az nem is feltétlen az, hogy információkat közöljenek a nézőikkel vagy olvasóikkal, hanem ők a balhét keresik, és azt keresik, hogy hol lehet bárkibe, aki a kormányt kritizálja, teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal oldalról, hogyan lehetne abba belekötni. Tehát ami ma ilyen címen fut, hogy közmédia, azt ugye én nem nevezem annak, hiszen legalábbis a hírcsatornákat vagy a hírvonalat nem lehet annak nevezni, hiszen propagandát szolgál. Tehát az, ahol a nap 24 órában nem tudunk úgy 5 percet tölteni a képernyő előtt, hogy ne a migrációra legyen szó teljesen egyértelműen negatív kontextusban, az nem más, mint az embereknek a megtévesztése. Ilyen sok vád érte és érhette is mondjuk a Magyar Nemzetet, vagy akár a Népszabadságot korábban, hogy a éppen aktuális hatalmi viszonyok függvényében nem tudott teljesen objektív és elfogulatlan lenni, ez igaz. De közben azért én a Magyar Nemzet riportereként, bárki is volt hatalmon, elmehettem vidékre és beszámolhattam arról, hogy mondjuk egy szegény soron vagy egy cigány soron éppen mi történik, hogy élnek ott az emberek és milyen problémákkal küzdenek. Senki nem szólt bele abba, hogy én ezt megtegyem. Ma azért a propaganda sajtóban ez elképzelhetetlen, hogy valaki az tényleg a nagy magyar valóságról, a valós társadalmi feszültségekről, krízisekről be tudjon számolni. Nyilván mi soha senkinek nem fogjuk megmondani, hogy kire szavazzon. Ez nem az újságnak, nem a sajtónak a feladata, hogy politikailag befolyásoljon másokat, vagy politikát csináljon. Viszont az, hogy a valóságot eljutassa, az információt eljutassa minél szélesebb réteghez, az igen. És ebben a fiatalok igenis a segítségünkre lehetnek, hogy vigyék el a mi újságunkat, vigyék el másnak az újságát, és tegyék oda a szülők, a nagyszülők, a nagynéni, a szomszéd bácsi elé, és magyarázzák el neki, hogy amit ő reggel bekapcsolva a rádiót hall, vagy amit a bedobott színes szennylapban olvas, az nem felel meg a valóságnak. Tehát tanuljanak meg az emberek gondolkodni, és ebben segíteni kell őket. Van is egyébként egy olyan programunk, főként a külföldön élő fiatalokkal célozzuk ezzel, az a programnak a címe, hogy fizess elő a nagyinak a valóságra, hogy úgy fizethet elő a lapra, hogy azt nem ő fogja megkapni fizikailag, hanem egy általa megadott címre fogja kivinni a posta, ő pedig megkapja digitális változatban az újságot. Azért nagyon fontos az is, hogyha egyszer változás lesz, egyszer valamilyen úton módon ez a kormány megbukik, akár 3, akár 12 év múlva, ki tudja, mikor fog ez megtörténni, egyszer meg fog történni, semmi sem tart örökké,
nagyon fontos, hogy az, aki hatalomra kerül, vagy az a mozgalom, tegyük föl, amelyik hatalomra tud kerülni, az legyen méltányos, és ne a bosszú állás vágya hajtsa. Nyilvánvalóan az alapok túl újra kell építeni azt, amit ma közszolgálati médiának nevezünk, de nem lehet az a válasz, hogy az újjáépülő vár ugyanezt csinálja, csak Pepitában.